Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, polgármester urat, képviselőtestület tagjait, a Fidesz csoport tagjait, az önkormányzat intézményeinek képviselőit, a civil szervezetek képviseletében megjelenteket, egyházaink vezetőit, a Csetnyényi Vámbéri Ármin Általános Iskola vezetőjét és pedagógusait, valamint a diákjait, továbbá településünk lakosságát. Ünnepségünket a Mindenképpen Csetén című fotópályázatunk eredményhirdetésével nyitjuk meg. Ezután a Csetnyényi Vámbéri Ármin Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora következik, az iskola énekkarának, a Zengő Balázs gyermekkórusnak a közreműködésével. Szeretném megköszönni a felkészítő pedagógusok munkáját Györgynyé Jungwirth Krisztinának és Mavizer Erzsébetnek. A megemlékezést koszorútással zárjuk az 56-os forradalom emlékén állított oknyafánál. Szeptemberben hirdettük meg a Mindenképpen Csetén című fotópályázatot, melynek során olyan Csetényben vagy Csetény határában készült pillanatképeket vártunk, amelyek településünk értékeinek, életének, hagyományainak és fejlődésének bemutatására épülnek. A beküldött fotókat feltöltöttük a település Facebook oldalára. A közönség szavazatai alapján a három legtöbb lájkot kapott felvétel készítője 20, 15 és 10.000 forintos ajándékcsomagban részesül. A beküldött fotókból 2023-as évre szóló naptárban. Felkérem a polgármester urat, hogy adját a helyezetteket, az elismerő oklevelet és a díjakat. A harmadik helyezett a Vámbéri Ármin Általános Iskola 4. osztályos tanulója, Krell Nikoletta lett. Második helyezés Fekete Zsigmond érte el. És az első helyezést pedig Csizmadia Mihály. Szeretettel iskolán ünnepi műsorát.
hangulatú élet már az 1956-os eseményeknek idézte, pedig az októberi események kezdetben bizakodásra adtak okot. Mi volt az előzménye az október végi eseményeknek? A második világháború után szovjet típusú államrendszer jött létre. A kíméletlen vaskezű diktátor Sztálin elképzeléseit Rákosi Mátyás valósította meg Magyarországon. Zsarnoki hatalmat épített ki. Államosították a gyárakat, termelőszövetkezetekbe kényszerítették a parasztokat, koholtvádakkal bebörtönöztek, kivégeztek embereket. Hol a zsarnokságban, ott zsarnokságban. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, mert ott zsarnokságban, nem csak a katonáson pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Mert ott zsarnokságban az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, mert a zsarnokság ott van, jelen van, mindenekben. Az egyetemi ifjúság mindezek ellenére békés tüntetés szervezett. Egyszerű emberek, munkások, járókelők csatlakoztak hozzájuk. A tömeg egyre nőtt, és egy részük a Magyar Rádióhoz vonult. Be akarták olvastatni követeléseiket. Legyen szolidaritás a lengyelekkel, legyen tárgyalás a szovjetekkel, egyenrangú félként. Legyen demokratikus választás, legyen munkás ellenőrzés gyárakban, üzemekben. Legyen Nagy Imre a miniszterelnök, vonják felelősségre Rákosit és Brüékjeit. Ám a békés tüntetésből tűzharc lett. Tisztán emlékszem rá. A drótkötelek pattanásig feszültek, és a hatalmas szobortest lassan dőlni kezdett előre. Lassan, nehézkesen, mintha maga sem hinné, hogy most porba hull, ő a félvilág évtizedeken át rettegett zsarnoka. A félvilág évtizedeken át rettegett zsarnoka. A kötél feszült, a 8 méteres drónztest elvált talapzatától, és a fényképezőgépek kísértetiesen fehér magnézium fényének villogása közben tompa dübbenéssel földre hult. Tompa dübbenéssel földre hult! A tömeg megrohanta a ledőlt szobrot, és diadalista súlyongással mászott fel rá, és köpve, rúgva próbálta kitombolni azt a tengernyi keserűséget, amit 12 év alatt elszenvedett. 12 év alatt elszenvedett! Nem, ez a nép nem fog többé éjjelezni idegen elnyomóknak. Mégis volt valami feszültség a levegőben, mintha mindezzel nem most ért volna véget valami, mintha nem vége lenne, hanem csak előestéjez nagy történelmi napoknak. Csak előestéjez nagy történelmi napoknak. Mindenki megdöbbenten nézett fel a szoborból megmaradt csizmákra, a beléjük tűzött magyar zászlókra. A beléjük tűzött magyar zászlókra. Sokan szemüket törölgették, nem hitték, hogy ez lehetséges. A fejüket csóválták, de az örömtől könnyezett a szemük. Az örömtől könnyezett a szemük! Éjjel fegyveres felkelésé szélesedett, a békésnek indult tüntetés. Másnap kitörtek a harcok. Megyünk! Valami láthatatlan áramlás szívünket befutja, akadozva száll még az ének, de már milyen a Pesti utca. Nincs már teendő, ez maradt, csak ez maradt már menedékül. Valami szállóragyogás kér, valami szent lovagás készül. Zászlóink föl újongva csapnak,
kiborulnak a széles útra, sejem színei kidagadnak, ismét milyen a Pesti utca, ismét milyen a bátor ének, parancsatlan tiszta szívvel, a fegyverek szemünkbe néznek, kire lövetsz, belügyminiszter. Lehet, hogy holnapra vége, eljön a szabadság végre, ha mindenki kijön a térre, ha mindenki kijön a térre, tevet fel halljuk a zászlót, tevet fel testvér az égig, ma 10 millió magyar szív, egyszerre dobban vagy mércig. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vérelsz. Piros a vér a Pesti utcán, belügyminiszter, kit lövetsz? Kire lövettek összebújva ti megbukott miniszterek? Sem az AVH, sem a tankok titeket meg nem mentenek. S a nép nevében, aki fegyvert vertél szívünkre, merre tudsz? Véres volt a kezed már régen, Gerő Ernő, csak ölni tudsz? Piros a vér a Pesti utcán, eső esik és elveri, mossa a vér, de megmaradnak a Pesti utca kövei. Piros a vér a Pesti utcán, munkások ifjak vére folyt, a háromszín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. Háromszín lobogók mellé tegyetek 3 esküvést, sírásból egynek tiszta könnyet, s a zsarnokság gyűlöletét. S fogadalmat, te kicsi ország, el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy a Pesti utcán hult a vér. A harcok hol itt, hol ott újultak ki. Az emberek nem hátráltak, kitartottak. Csendes az utca, éjfélre jár. Az utca sarkán barikád áll. Géppuska csöve mered a térre, mellette némán figyel az éjbe 3 diák. Egy padban ültek 4 éven át. Jegyezték a professzor szavát. Ám mikor kitört a nép keserbe, 100 mással együtt állott fegyverbe 3 diák. Jébőg az éjben, valaki lőtt, páncélos állatorlasz előtt, békés lakása baj, pusztulást hoz, az acélszörnyel szemben mit ér most 3 diák? És szól az egyik, ott a kis ház, anyám áll már a pajtás, vigyázz. Öccsét és húgát fegyverrel védve, a tank előtt áll gránátta a kézbe 3 diát. Robban a gránát, lobban a láng, hadd pusztuljon el az, aki bánt, s tovább börgözöm magyarok álmán, géppuska mellett ott áll a vártán 3 diák. Október 27-én Nagy Imre vezetésével új kormány alakult, aki tűzszünetet rendelt el. Bejelentette, hogy a szovjetek kivonulnak a fővárosból, és tárgyalások kezdődnek a Magyarországról való kivonulásukról is. Az emberek reménykedtek a szabadság eljövetelében. November 4-én kora hajnalban a szovjetek váratlanul támadást intéztek a főváros és a vidéki nagyvárosok ellen. Ezután súlyos, de egyre gyengülő harcok következtek. Leszel ki tisztel majd érte, hogy mindenki kijön a térre, s a világ csak tétlenül nézte, hogy vérben húzott a véke. Rossz érzés támad szívemben, hallom már jönnek a tankok, tanukra maradtunk Árpád, és egyedül vívtuk a harcot. A túlerővel szemben, az egyenlőtlen küzdelemben végül Újpest és Csepel is elesett. Novemberben géppuskák szórtak, tankok tapostak, a föld remegett. Novemberben itt gyilkoltak, öltek, november temetett. Novemberben itt novemberben itt esküdszektek, gyaláztak törvényt, tipostak jogot. Novemberben vörössel, vérrel a mágia lobogott. Novemberben csend van és béke, temető, fejfa, virág és kereszt. Novemberben könnyen köszöntik az elesetteket. Az utcákon temetetlen halottak kevertek, végül jeltelen sírokba kerültek. Álljunk meg egy pillanatra, és tisztelegünk előttük.
Csak egy árnyék, de a közék, csak egy bőség.
pedagógusoknak, hogy méltó módon ünnepelhettünk, emlékezhettünk. Most pedig vonuljunk együtt az 56-os forradalom emlékére állított kopogához. Thank you.
zárásaként énekeljük el közösen a szózatot. Hazának rendjülelenül, légy szíve, ó magyar! Bölcsőn a sajnos sírod is, megállapod se mindenkinek kívánok áldott ünnepet és jó hétvégét. Viszontlátásra!